Reménykedem abban, sőt tudom, bizonyos mennyiségű ember megérti az üzenetet és eljut végül is az igazsághoz. Probléma az, szerintem, hogy mindannyian próbálunk egy-egy kérdést megközelíteni, valamilyen előzetes vélemény, álláspont, hitrendszer alapján. És ahelyett, hogy nyitottan próbálnánk a tényeket megvizsgálni, az, hogy valójában mit mond a logika, nem az, hogy mit akarnak velünk elhitetni, akkor sokkal jobb eredményt érhetnének el az emberek. A mennydörgés hasonlít az igazsághoz és mindenféle információhoz, amely az igazsággal kapcsolatos. Szóval egy kis embercsoport számára, akinek értelme van, aki valóban úgy áll a dolgokhoz, hogy az igazságot keresi, annak ez egy tanítás, egy vezetés. Többiek számára azonban csak egy zaj, egy zörej, egy jelentéktelen dolog, amely csak zavarja az embert. Azok számára, akik már elhagyták az álomvilágot, szerintem ez érdekes lesz, aki pedig még mindig a gömbön él, lehet, hogy valamit tanul belőle, és közelebb kerül a sötétségből kivezető út végéhez. Szeretnék egy dolgot megmutatni mindenkinek, különösen azoknak, akik még mindig a gömbön élnek, és elhiszik ezt az egész mesét. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de hogyha valaki felnőtt ember létére elhiszi azt, hogy egy nőnek a haja így nézne ki súlytalanságban, akkor ott valami komoly probléma van azzal az emberrel. Rengeteg nevetséges és szánalmas dolog van, amit láthattunk már az űrrel kapcsolatban és a súlytalansággal kapcsolatban, de ez a hajtéma szerintem mindent visz. Hihetetlen. Kétsége ne legyen senkinek afelől, hogy azok, akikre azt gondolják, hogy asztronauták az űrben tevékenykednek, azok szerintem halálra röhögik magukat egy-egy ilyen produkció után, sőt, néha már úgy tűnik, hogy közben is. Mindenkinek a legjobbakat, shalom és hallelujah! Akivel és ahol csak tudod, oszd meg a videóinkat, lájkold őket, írd meg javaslataidat, ötleteidet, kérdéseidet a hozzászólás rovatban, illetve ne felejtsd el elolvasni a videóról szóló leírást.